25 éves budafoki Doknányi zenekar teltházas hangversenyével nyílt meg a 44. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál május 9-én a Klauzálházban. Az esemény filmvetítéssel kezdődött, amellyel a zenekar alapítása óta eltelt 25 évre emlékeztek. A Doknányi zenekar rövid idő alatt a nemzetközi hangverseny élet rendszeres szereplőjévé vált. Csak a helyszínek tesznek különbséget a játék között. Nyilván ennek a teremnek más az akusztikája, egyébként szép lassan hozzászoktunk azokhoz a hangversenytermekhez. Természetesen Budafokon szeretünk játszani, mert egy picit személyesebb a viszonyunk a közönséggel, hiszen ha megfordulok és nincs nagyon sötét, akkor a hátul lévő szemeket is még látom. Talán a legintimebb a viszony itt Budafokon a közönséggel, és tulajdonképpen a budafoki közönség a legközvetlenebbül tud velünk találkozni, ugye a Zeneakadémián, egy MIPÁ azért el vagyunk elszeparálva, itt azért mi nem vagyunk elszeparálva. A nyitó hangversenyen Karsai Ferenc polgármester mondott beszédet, aki köszönetét fejezte ki az est fellépőinek. Köszönöm nekük, hogy bár már a Magyarország egyik vezetőzenekara, mégsem felejtették el, hogy honnan jöttek, szoros kapcsolatot tartanak a helyi zenebarátokkal, rendszeres fellépői nagyobb rendezvényeinknek, például a Budafoki Borfesztiválnak, de számíthatunk rájuk akkor is, ha a gyerekek zenei neveléséről van szó. Polgármesterként nagyon hálás vagyok érte, hogy kerületünk meghatározó szereplői, és bár már országos, sőt nemzetközi porondon is helyük van, mégis rendszeres szereplői nagyvárosi kisvárosunk mindennapjainak. A Hollerung Gábor által vezényelt szimfonikus zenekar vendégeként Balázs János Lisztdíj a zongoraművészi színpadra lépett, hogy együtt szólaltassák meg Csajkovszki bémol zongora versenyét. Rendkívül jó barátság is összeköt engem, most már Hollerung Gáborral meg annyi szép közös koncertet csináltunk már együtt, és egy lemezt is felvettünk, úgyhogy nagyon inspiratív és motiváló mindig az a környezet, amelyet teremtő a zenekarban. Fantasztikus erénye a szakmaiság, és az a fajta fantasztikus színvonal, amit képvisel, úgyhogy jó ebbe belecsatlakozni. Ugyanakkor Csajkovszki zongora versenye mindig hoz meglepetéseket, a világ egyik legnehezebb versenyműve, mind terjedelmében, mind technikai, mind érzelmi oldalát tekintve, úgyhogy mindig kihívás ezt eljátszani, és mindig kellenek a partnerek hozzá, a barátok. De ma este baráti légkörre fogok játszani, úgyhogy azt gondolom, hogy egy igazán pozitív és remélhetőleg felszabadult előadás vár rám. A koncert után a vendégek Törlei Pezsgővel kocintottak a jubileumra és a fesztivál elindulására. A 44. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál május 9-e és 27-e között zajlik. 12 helyszínen 27 program várja a művészetbarátokat. A részletes program megtalálható a Klauzálház honlapján.